Üdvözlök mindenkit a streamem nézése közben. Hát ugye többen írták most át le a szabad edzés, nem a szabad edzés volt, hanem a időmérő, ahogy a jobb felső sarokban is látható volt, hogy qualification. Egy később kérdeztél, hogy milyen edzések lesznek még ugye. Valószínűleg ezután a verseny, az első verseny, és utána lesz egy rövidebb warm-up, ami alatt beállítják a fordított rajtsorrendet, és utána pedig a második verseny. Hát egy gyenge időmérőn vagyunk túl, de úgy látszik másnak is vannak hasonló körei, tehát 13. helyen vagyok jelenleg 21-ből. Elrontottam az időmérőt, főleg a második körömet. Tehát a megcsúszás volt látható. Sajnos ez ilyen lesz ez a stream, tehát ennyi fér bele. Ennek kell örülni igazából, ez van. Aztán majd verseny közben majd lesznek rövidebb bejelentkezések, valószínűleg az egyenesekbe, ahol tudom nyomni a gombot, valószínűleg hátsó egyenesbe, vagy esetleg célegyenesbe, hogy mesélek, mit látok, hol kit merre látok, stb. Ilyenek történt. Ennyi. Aztán majd versenyen akkor. Még 2 perc 42 másodperc van hátra az időmérdésben, utána körülbelül 1 perc, és akkor kezdődik a verseny, az első verseny. Soros elmondom, hogy Szabó Gábor lett az első, második Kis Norbert, Sinka Dániel harmadik, Mielis Norbert negyedik, Leitner Norbi ötödik, Kemény Ákos hatodik, Sipos Attila hetedik, Asztoros Ferenc 8, Kis Attila 9, Zsinór János 10, Ossza Roland 11, Abolevszki Péter 12, Szántai Zoltán 13, Csorosz László 14, Nyilas Lehel 15, Nefi Kristóf 16, én Balázs Toldi 17, Malinak 18, Csatai 19 és Supur Zsolt a 20.
kedvéért itt vagyottam Norbi.
kis probléma, ugrálőttem a gyerek.
Na, szóval a legkis probléma igazából el lett számolva az üzemanyag, és 3,4 környi üzemanyaggal indult el, amikor a Szent Tükörzában is egy olyan szépséges rendszer, ami alapján a 3x4-nek tűnik. Tehát 6 kört el kéne spórolnom valahol. Ez vicces lesz. Valószínűleg többen is elszámolták, és úgy gondolom, hogy többen elszámolták a üzemanyagot. Aztán meglátjuk. Úgy tűnik, mégse lesz probléma, majd kidülök kör végéről, befejezem. Thank you.
Na szóval, Mélis Norbi bocsánatot kért, tehát nem kell meglincselni meg semmi. Nem maragszok rá, benne van. Baleset volt, ez van. Amúgy kis Norbi nyert. Mögötte Szabó Gáborra, jól emlékszem, és Lejtnen Norbi lett a harmadik. És Norbi pedig a nyolcadik lett.
Na szóval elméletileg most csinálják a vármapon, most vármapon csinálják elméletileg a folyóiratot rajt sorrendet, amit jelenleg nem tudom, hogy hogy lesz megoldva, ki fordul, miért fordul, mennyit fordul, kik fordulnak, stb. A második versenyre, aztán majd lesz valami igazából, vagyunk fent 18-an, tehát hasonló létszám lehet, mint előbb. Ennyi. Azt kérték tőlem, hogy válaszolgassak néhány kérdése itt a kommentekben. Igazából nem tudok lifetimingról, nem tudom, hogy AC-nél van-e lifetiming. Annyiról tudok, hogy egy másik stream, hogy a Masters Facebook oldalán úgy megtaláltok. Ott lehet nézni valószínűleg még a versenyt. Most kértek meg minket, hogy ne menjünk ki a pályára, gondolom most állítják be dolgokat, hogy kihanyadik legyen. Igen, megkértek rá, mert probléma lehet a sorrenddel abban az esetben. Valahol láttam, hogy valaki vészsebességről írt. Az a probléma, hogy a középső szektorban meg igazából a egyeneseken kívül nagyon probléma lehet a váltóval ilyen szempontból, hogyha az egyenesre állítjuk rá az autót, tehát oda is oda kell figyelni, hogy milyen váltót használ itt az ember. Igazából említek top 10 Oli szerint, most azt írták be, valószínűleg így lesz a fordított rajtsorrend. Igazából jött egy kérdés, mert itt készítem a versenyre, hát igazából szerintem itt aki komolyan vette és sokat ment a pályán, meg azt is tudni kell róla, hogy nem lehet levágni az első kanyarnál, tehát nem lehet csak a GP menni egy felzetőkört, így mindenféleképpen kellett menni egy egész kört, tehát gyakorlatilag az ember elég sokat ment a pályán, a komolyan vette, meg tudom mennyit mentem pontosan a pályán a prekvalifikáció során. Körülbelül olyan 30-40 kört legalább mentem. Ugye azt érdemes tudni, hogy olyan 25 km a pálya így összesen, tehát ezt megszorozva az eléggé meredek érték jön ki ilyen szempontból. De még a legjobbak is hibáznak, tehát nagyon nehéz mindenki számára, főleg, hogy az autó se partner ilyen téren.
egy olyan 3 perc is kezdődik a második verseny is. Jött egy kérés, kinek a számlájára írnám a Norbival való balesetet. Hát igazából úgy gondolom, hogy verseny után, második verseny után megírjuk a betétlapot, és akkor vagy lerajzoljuk, és akkor a biztosítók eldöntik, hogy ki volt, hol volt, miért történt, stb. Másodperc is kezdődik a második verseny. A 19. helyről indulok, azt nem tudom miért, de ez van.
Thank you.
Thank you.
Na, ez a verseny is nagyszerűen lement. A végén volt egy kis probléma, nem értettük meg egymást a sráccal. Nem tudom, hogy ki hogy volt hibás. Ez van, itt ez történt. Miért Norbi a 14-dik lett, én a 7-dik lettem. És mindjárt mondok egy végeredményt, meg próbálok mondani egy végeredményt. Kis Attila megnyerte, második Kis Norbi, harmadik Kemény Ákos, negyedik Lejtnen Norbi, ötödik Asszos Ferenc, hatodik Szabó Gábor, hetedik Toldi Balázs, nyolcadik Zsinór János, kilencedik Ossza Roland, 11. Sukos Zsolt, 12. Kis Szabi, 13. Mielis Norbert és 14. Abelowski Péter, de szerintem leléptek páran így, azért nem látom a többi embert, hogy ki ennyedik lett. Köszönöm, hogy néztétek a streamemet, aztán majd, ha lesz valami, akkor esetleg iratkozzatok fel a csatornámra, stb. És akkor értesültök a további fejleményekről. Köszönöm, hogy néztétek.